Az idő rohan, a számok pedig napról napra emelkednek. Magyarországon több mint 14 ezer ember tartanak jelenleg hatósági házi karanténban, a mintavételek száma pedig közel 53 ezernél jár. Az Egészségügyi Világszervezet magyarországi képviselője az elmúlt napokban újraértékelte az itthoni helyzetet, hangsúlyozta Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Megfelelő számúnak tartotta, megalapozottnak tartotta azt a tesztelési módot, azt a laboratóriumi vizsgálati protokollt, amit Magyarország követ. Rendkívül fontos, hogy a vírus örökítő anyagának kimutatásán alapuló tesztek ezek, amelyek 24-48 óra múlva ismétlésre kerülnek, és ez a két negatív eredmény megbízhatónak bizonyul. A kormány az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztető humánjárvány megelőzése érdekében a büntetés végrehajtás szakembereivel és az ott dolgozókkal március 16-án megkezdte a járványügyi mobil konténer kórház építését Kiskunhalason. Az építmény mindössze 2,5 hét alatt elkészült, és összesen 150 fő befogadására alkalmas. A 225 konténerből álló épületegyüttes 3100 négyzetméter alapterületű, amelyben 36 korterem, 3 utasi zsiliprendszerű öltöző, befogadó és vizsgáló részleg, illetve laboratórium is megtalálható. A járványkórház ultrahang, röntgen és CT készülékkel, továbbá lélegeztetőgépekkel is rendelkezik. A magyar közigazgatás, az egészségügy, a rendvédelemben dolgozók felkészült arra, hogy minden körülmény között megfelelő ellátást tudjon nyújtani a magyar állampolgárok számára. Itt Kiskunhalason ez egy új kórház megépítésében öltött testet, ez egy konténerkórház, egy olyan felszereltségű építmény, amely bárhol Európában megállná a helyét. Nem csak a kivitelezés gyorsasága és minősége, hanem a benne elhelyezett műszerek és az ideérkező orvosok szaktudása miatt is. Bízunk benne, hogy a felkészültségünk sikerre veszi majd az akadályt, és bármilyen irányba is forduljon a vírus terjedése, helyt tudunk állni a legkülönbözőbb védelmi helyzetekben is. Az építkezésen 24 órában zajlott a munka, ez alatt több száz szakipari munkás és szakember váltotta egymást két műszakban. A dolgozók többek között 150 kilométernyi hosszúságú erős áramú kábelt, 6000 négyzetméteres légtechnikai eszközt, 24000 négyzetméter gipszkartont, valamint 5,5 tonna orvostechnológiai festéket használtak fel. A kiskunhalasi börtöntől elkülönített mobilkórház folyamatos működését és a berendezések használatát egy 1,6 megawattos transformátor, két agregátor és egy szünetmentes tápegység biztosítja.